és tart, elindult a nap harmadik futama. Jól indultak el a Vénusz István lovai, Hold Viola és Topázott volt a frontban, hogy aztán átvegyik tőlük a vezetést többen. Nagyon jól kezdett Lakenya és Lakenya Georgievvel az élen. Elég nehezen tudja Georgiev fogni a lovat, így aztán inkább elmegy vele vezetni 2-3 hosszal. Mögötte jó közepes tempóban galopoznak a telivérek Szulejmani vezetésével. Most már azért Lakenya is egy kicsit letette magát, de így is nagyon robog az elején. 4-5 hosszasra növelt az előnyét az istállotás, König Erjön pedig ott van a harmadik pozícióban. Középmezőnyben látom Juliannát, aztán a szürke Májusra is ott van egészen jól, egészen kívül pedig Mercury galoppozik, a mezőny végére pedig Topáz esett vissza. A lovak a túlsó oldal végén járnak, még mintegy 800 méter van hátra a versenyből, és most már egyértelműen Lakenya letette magát, csökkent ugyan az előnye, de most már vezet, az előnye másfél hosszra szűkült, de most már mellé értek többen, többek között König Erjön. A két istállótárs is ott van, de König Erjön kívül fog fordulni, hiszen közöttük van Hold Viola, a verseny legnagyobb esélyese, benne a falon pedig Szulejmani. A vezető négyes nagyon jól tartja magát, Májusra is jól helyezkedik, kívülről pedig talán majd érkezik Véni Vicsi, és talán még Juliannának is van komoly nyeri momentuma, amikor jönnek a lovak a befutó egyenesre. 400 méter van hátra, 67-en is teljesen együtt, és még sarcsillag is megkezdheti a zárkózást. Az élen változás, Hold Viola átvette a vezetést. Hold Viola az élen, támadja König Erjön. Hold Viola, König Erjön és Szulejmani. Ez az első háromló sorrendje. 150 méter van még hátra a versenyből, és Hold Viola meg fogja nyerni a versenyt. Hold Viola megnyerheti a versenyt. Kívül Julian elindul nagy lendülettel, de ebből lehet, hogy most már csak dobogó sem lesz. Szulejmani lesz majd a mögöttük a második, a harmadik helyet pedig König Erjön szerzi meg. A verseny győztese Hold Viola ifjabb Kozma Istvánnal.